Én egy pici szabolcsi faluból származom, és az iskolam után, vagy az iskola közben már elkezdtem diákként dolgozni, és egy Universitas nevű iskola szövetkezetnél alapítottuk meg a jövőnket. 1997-ben csináltuk meg az első saját vállalkozásunkat. Több céget alapítottunk az életünkben, egészen ilyen 2014-ig, és amikor én kiszálltam az üzleti vállalkozásokból, akkor milyen volt Magyarországon a munkaerőkölcsönző cége. Van egy reklámügynökségünk, egy field marketinggel foglalkozó vállalkozásunk és egy call centerünk. Az igazi áttörés egy picit az emberi irányba az volt, hogy 2003-ban mi nyithattuk meg a fővárosi állatkertben az állatkert játszóházat, ami az ország első családi játszóháza volt. És 2010 környékén jöttem le a Tiszatúra, amikor ki akartam szállni már a gazdasági életből, és nem akartam olyan üzlettel foglalkozni. El akartam bújni az emberek előtt, és úgy gondoltam, hogy itt majd jó lesz horgászni. Egyik barátom lett a Tiszatúrnak a horgászati igazgatója, és a Tiszafüleden fölépült első horgászapartban, mi voltunk az első vendégeink. És amikor eljöttünk túrázni a Tiszatúrra, a lányom kiszállt a csónakból, és azt mondta, hogy apa, maradjunk itt, mert ez nem egy labor, hanem az élő természet. Így kerültünk Sarudra. 2013-ban vettem meg az első házamat, az a falu legszakadtabb házát. És akkor szembesültem azzal, hogy ez a falu igazából jövőkép nélkül rendelkezik. Ugye ipari fejlesztések nem lesztek, turisztika nem volt, aki itt turistaként élt régen, németek, hollandok, azok a válságban, és a cím miatt mindenki itt hagyta a falut. A szomszéd kikötő befogadott bennünket, hogy legyen egy vízpartunk, ahol elkezdhetünk majd a gyerekekkel horgászgatni. Aztán elkezdtünk venni eszközöket, csónakokat, vitorlásokat. Az volt az állam, hogy itt van mellettünk egy csodálatos medence, amiről nagyon kevesen tudják, hogy nagyobb, mint a Velencei tó, az egy medencéje a Tiszatónak, és nincs közte beépített terület. És én azt álmodtam meg, hogy ez a falu akkor fog fölértékelődni, hogyha a gyerekek beleszeretnek és visszahozzák ide a szüleiket és vesznek ingatlanokat. És akkor lesz igazából elegáns a falu és más, mint a többi, hogyha azt megpróbáljuk elérni, hogy ez egy vitorlás közösségnek legyen a helye. Úgyhogy ezek az álmok indítottak el bennünket. Aztán jöttek a következő lépések, 2015-ben tudtunk tárgyalni már a strand tulajdonosával, hogy ők el akarták adni ezt a céget, amelyik üzemeltette a strandot, mi akkor megalkottunk arra, hogy ezt a strandot átvegyük. Egy évig ezt még nem tudtuk megtenni, 2017-ben lehetett a miénk. 2017-ben behoztuk Európának a második legnagyobb vízi játszóterét a Tiszató partjára. Ezt gyakorlatilag 3 hét alatt felépítették nekünk, azzal indult egyébként Sarudnak szerintem a teljes pályafutása. Ez az attrakció 2018-ban az ország második legjobb turisztikai attrakció lett. Aztán elkezdtük fejleszteni a partot, építettünk magunknak külön partszakaszokat. A Balatonon megvettük a külkertbanknak a teljes kis hajós vitorlás flottáját, és azt áthoztuk ide a Tiszatóra. Következő évben ráakadtunk a West End tetőkertjében, régen működött Jump City-re, mert az ország első szabadtéri trambulinparkja volt, ott megállapodtuk a tulajdonosokkal, hogy eladják nekünk a trambulinparkot, így lett egy trambulinpark. Innentől kezdve jöttek a kisebb attrakciók, 2017-től elindult a vízibázisunk, elindult a horgászturisztikai attrakciónk. Utána a következő évben a szomszéd településen egy lovardet be akartak zárni, megbeszéltük az eladójával, hogy mivel a gyereke szereti a lovakat, ezért ő ezt nem adhatja el, mi áthoztuk ezt Sarudra, építettünk egy új lovas attrakciót. 16-ban találkoztunk egy hirdetéssel, amikor az ország első horgászmúzeum a helyet keresett magának, mert Balatonon Mádéból kirúgták. Elmentünk a Bence Gyuri bácsihoz, akiről kiderült, hogy ő 15 évig itt horgászott Sarut partjainál, úgyhogy megállapodtunk, hogy átköltözik ide a Tiszatavi Horgászmúzeum, és innentől kezdve már csak építgettünk és raktuk össze a kisi mozaikdarabkákat. A Tiszafüleden belőtt Kalandszigetnek átvettük az eszközparkját, és építeni szerettünk volna itt egy mászópályát, a Tiszató egyetlen mászópályája az most nálunk működik. És ami még hiányzott, hogy legyen egy ilyen csapatépítésekre alkalmas bázisunk, erre pedig megcsináltuk a harcmezőt, ahol paintballt, airsoftot és lézerteket tudunk az embereknek kínálni. A fejlesztéseink utolsó szakasz az a gyerekeknek szánt állatos világ, ami az Apraja farmja, parasztudvarnak a megépítése volt, és most gyakorlatilag egy új élményközpont jött létre a falu központjában, így most egy attrakcióként működik a Huculudvar, az Apraja farmja kis állatkert és állatsimogató. Van egy épületünk, ahol ott található a horgászmúzeum, és megnyitottuk, van egy játszóházunk Budapesten, az Apropolis, ami a világ egyetlen olyan Playmobil játszóháza, amit nem a Playmobil épített, hanem nekünk adtak rá jogot, és annak a kis testvére az most már itt működik Sarudon. Ez a település most az ország 9. legnépszerűbb vízparti települése. Olyan gazdasági helyzet ez most bennünket körül, amit korábban soha nem láttunk. Tehát a vállalkozói szabadság, én most azt mondom, hogy egyre inkább a vállalkozói biztonságra kell, hogy épüljön. Tehát amit mi itt megcsináltunk, azt szerintem manapság már senkinek nem lenne szabad megcsinálnia, mert nincs mögöttünk olyan biztosíték, ami egy Covid-járvány túl tud éltetni, vagy egy hiányzó állami forrás megérkezését. Tehát én azt gondolom, hogy olyan állam kell, ahol az ember rendelkezik megfelelő tőkével, hogy tudja finanszírozni bármi is történik körülötte. Olyan emberek kellenek, akik kitartanak mellette akkor is, hogyha a válság éppen szűkebb esztendőket hoz.
és kellenek álmok, amiket az ember képes mindent feláldozni. Tehát én ezt tudnám kínálni, vagy azt tudnám javasolni a leendő vállalkozóknak, hogy mérlegeljék azt, hogy mi az, amire ők akkor is ráteszik az életüket, hogyha abban nem keresnek egy fillért sem. Az, ahogy lejöttem magamra, zártam a világot. Tehát az élményfalú nekem jelenleg a világ, és innen nem nagyon tekingetek ki, én mindig ebben keresem a holnapot. Persze vannak az embernek álmai, többek között szeretnénk itt megcsinálni egy olyan kikötőt, ami a vitorlás életnek a központja lehet Magyarországon, ahol tudjuk fogadni azokat a hajósokat, akik kiszakadnak az összes nagy magyar kikötőből, hiszen a kis hajósoknak nincs helye. Tehát nekem ez az egyik álom, hogy legyünk egy kis hajós vitorlás központ. Ez olyan, mint egy nagy játszótér, mint egy nagy mesevilág, ahol az ember a közérdekében megpróbál olyan dolgot megvalósítani, ami talán jó az emberek életében, és valami értéket tud hordozni. Nem mérlegeljük mindig ennek az anyagi hasznosságát. Tehát azt gondoljuk, hogy valamit ez a térség megkíván, ami hiányzik, és amitől ez az egész több lehet és szebb lehet, és mi azt, amíg erre van lehetőségünk, ezt igyekszünk megvalósítani.